Sziasztok, itt vagyunk az Isten pénze című musical díszbemutatóján, mellettem pedig Feke Pál, szia! Sziasztok, jó estét kívánok! Ugye egy karácsonyi darabot láthattunk, mesélj egy kicsit te a karácsonyról, mit jelent számodra ez az ünnep? Hát nekem a karácsony a legszebb ünnep. Azt gondolom, hogy ebben a mai világban nagyon fontosak az együttlétek, amikor a család úgy igazán össze tud jönni, és harmónia van, romantika van, izgatottság van, hiszen a karácsony mindig a meglepetésnek az ünnepe, amikor egymást megajándékozzuk. Én alapvetően nagyon szeretek ajándékozni és adni. És úgyhogy a karácsony az nekem mindig egy szívmelengető dolog, mindig nagyon várjuk, nagyon készülünk rá. Én már ilyenkor földíszítettem a kis kertben a kis fenyőt, meg szóval én már nagyon-nagyon várom, már gyakorlatilag nálam ilyen október közepétől karácsony van, úgyhogy én nagyon szeretem ezt. Mennyire vagy az a típus, aki így előre megveszi az ajándékot, vagy inkább az utolsó pillanatra hagyod? Hát mindig meg szeretném venni nagyon hamar, aztán mindig az utolsó pillanatra marad, de nagyon sokat agyalok, meg fantáziálok azon, hogy vajon minek örülnének a szeretteim a legjobban. Nálunk alapvetően egyébként a karácsony az egy érdekes ünnep, mert mindig a nagyon szűk családról szólt, anyukámról, apukámról és rólam. Tehát ameddig gyerekként fölnőttem, nekem nem volt testvérem, a karácsony az mindig egy ilyen nagyon intim hármasról szólt, úgyhogy hát ez talán most sem lesz igazán nagyon másképp. Mézes kalács vagy szaloncukor? Mind a kettő, nézd rám, mind a kettő. Imádom a karácsonyt, de főleg a beiglit. Diós vagy mákos? Mind a kettő, nem válogatok. Anyukám beiglia a világ legjobb beiglia, úgyhogy igazándiból szuper. Van valami nagyon emlékezetes pillanat karácsonyod? Mi volt, amire így visszaemlékszel? Hát nézd ide, igazándiból nem tudok így nagyon kiemelni semmit. Talán minden karácsonyban van egy olyan pillanat, ami a nagyon megható, vagy emlékszem rá. Talán az egyik legmeghatóbb az volt, amikor édesapám elkezdett az apukájától idézni. Akkor úgy nagyon arra emlékszem, hogy ez egy nagyon sírós karácsonnyá vált, mert az nagyon megható volt, hogy egy apa, hogy az én apukám az ő apukájáról emlékezett, és az úgy nagyon, nagyon, nagyon érzelmes pillanat volt, de alapvetően minden karácsonykor szerintem van olyan, ami ugye az embert egy kicsit úgy megrázza. Úgyhogy hát igen, ez a karácsony körülbelül. Nagyon-nagyon boldog karácsony szeretnék kívánni a Divatikon nézőinek, úgyhogy áldott ünnepeket!